Köszöntöm a nézőket a Végrehajtó Maffia sorozatunk következő részében, ahol egy úr történetét fogjuk hallani arról, hogy adott esetben ugye az ügyben eljáró Zoltán Ákos önálló bírósági végrehajtó hogyan is tűzött ki árverési hirdetményeket. Itt pontosan láthatjuk azt, hogy jogos közjegyzői okirat sem volt a háttérben, és ennek ellenére egy követelés kezelő kérésére, ami még nem is kérte az árverési hirdetmény kitűzését, mégis így tűzte ki ezt a hirdetményt a végrehajtó. Várható, hogy ez egy tipikus végrehajtók által emlegetett hibaként fog majd a történet végén szerepelni. De akkor hallgassuk meg az úrnak az elmondását az adott helyzetről. Önöknek, Mihálynak és a családjának hatalmas kára keletkezett ebből a devizahitelből kifolyólag, meg önmagában egyébként a önálló bírósági végrehajtó nem kellő cselekményének az elvégzése folyamán, amiről ugye fogunk most itt beszélgetni a oknyomozó interjú keresztül. Mit tud erről a Zoltán Ákos végrehajtóról, mert ugye elég minden végrehajtóról el lehet mondani általában, hogy nem éppen adós barát, nagyon kevés az a végrehajtó, ugye, aki ténylegesen tisztességesen végzett tevékenységét, de Zoltán Ákos azért különösen hírhett, úgymond. Mit tudunk róla? Vagy mit tud róla? Tudunk. Én annyit, mert már 7 éve pereskedek itt a bankokkal, mert törvénytelen végrehajtási záradékok miatt. Azt tudom róla, hogy úgy került végrehajtónak, hogy a testvére Zoltán Levente a végrehajtó kamarának volt a titkára. És mint végrehajtó kamara titkára, az összes családtagjából végrehajtót csinálta, a Zoltán Ákosból, a Balogh Zsuzsából, a Berki Andrásból és még jó pár emberből. És utána csináltak egy irodaházat a 4. kelet Kemény Gusztáv utca 6 szám alatt, egy kétszintes irodaházban, és ott kezdték az árveréseket csinálni 2015-től folyamatosan. És hogyan kezdődött az egész ügy? Hát, mi volt a probléma? A probléma ott volt, hogy tekintett arra, hogy megemelkedtek a deviza hitelek, ezért tartozásba kerültem. És nem tudtunk addig semmit róla, mert felszólítottak, felmondtak, magánokiratban mondtak fel először a bankok, a Raiffeisen is, a AXA is, az Unicredit is, csinált magánokirat fel. Egy óriási példa erre, például 2009-ben, május 4-én felmondta a Raiffeisen Bank a kölcsönszerződést magánokiratba. Utána 2012. február 20-án közjegyzőt felmondta a már felmondott szerződést, ami egyszer és kétszer nem lehet felmondani, nem lehet a szerződést, nem lehet egy közjegyzőt felmondani. Ezt én elmentem, pereskedtem, bíróságra mentem, Raiffeisen bepereltem, és zajlott a per. A Raiffeisen után fogta, csinált egy végrehajtást az Zoltán Ákossal, és utána látta, hogy a per tovább halad, ezért eladta a Hermes követeléskezelő Kft.-nek. Tehát ez történt. Akkor utána megjelent az Zoltán Ákos, ezek mind devizában voltak akkor. Ez még akkor nem volt semmi forintról. Megjelent az Zoltán Ákos, és küldött egy felszólítást azon a fizetésre, de már forintba küldött. A felvett 12 millió forint helyett küldött 38 millióról egy számlát, hogy legyen kifizetve a követelés. És akkor elmentem a bírósághoz szintén, hogy de én ezt nem tudom elfogadni, és kérem azt, hogy a végrehajtási záradékot szüntessék meg, hiszen kétszer nem lehet egy szerződést felmondani, és a második szerződésre lett megcsinálva a végrehajtási záradék, amit már közjegyző mondott fel. És mellette a bank azt játszotta el, hogy 2009-ben felmondta a szerződést, és 2012-ig a nem létező szerződése a szerződésben foglalt feltételekkel kamatoztatta tovább, és növelte az összeget. Tehát mikor a közjegyző azt mondta, hogy megcsinál felmondást, addigra már jóval magasabb összegről volt szó, és ez még mind devizába zajlott. Utána fogta, átadta a Hermesnek, és ez történt akkor. Megjelent az Zoltán Ákos, és közölte, hogy vannak neki más ügyfele is,
mert a Csepeli Bírósági Kamarának volt a végrehajtója, és onnan megnézte, hogy kikkel vagyok még én perviszonyban, és megnézte, hogy milyen tulajdon van, kiment a helyszínre, meggyőződött róla, hoppá, ez egy nagy értékes ingatlan, megnézte a másik ingatlant, az is értékes ingatlan, és ezért úgy gondolta, hogy akkor bevon mindenkit, és akkor mindenkit megkeresett, hogy ő képviseljen őket a végrehajtásba. Ezért Zoltán Ákos lett a végrehajtó a dolgoknak, tekintette, hogy Csepperről megkapta az összes végrehajtást. És ő akkor mindegyik részről elkezdett felszólalást tenni, de minden bank érdekes módon kiszállt ezekből a felszólalásokból. Az UniCredit Bank a Q13-nak adták követelést, a AXA Bank az OTP faktorok adták a követelést, és a Raiffeisen a Hermesnek. Ezek a követelések valótlan követelések voltak, én mindegyikkel perre mentem a bankhoz, hiszen nem létező felmondott követelésre nem lehet azt az összeget követelni, mint amit a Zoltán Ákos meg a bankok követeltek, illetve a követelés behajtó cégek. Akkor nem tudom, hogy összebarátkozott a Q13 vezetőivel, vagy mit, de a lényeg az, hogy a Q13 nevébe csinált nem létező közjegyzői záradékra végrehajtást. Úgy, hogy a Q13 nem is tudott arról, hogy végrehajtás van az ő nev alatt lebonyolítva, és az ingatlanon még pervelevőket is mind bevonta a végrehajtásba, hogy ő minél több jutalékot tudjon felvenni. Ugye itt a végrehajtó úgy tűzött ki ugyebár árverést a látott dokumentumok szerint is, meg ugye a közjegyző is lenyilatkozta, itt láthatják is a nézők, hogy nem bocsátott ki semmiféle közjegyzői záradékot, végrehajtási záradékot, vagy fizetési meghagyás sem. És ennek ellenére, hogy vagy mit tud arról, hogy ugye a Q13 nevében mégis egy árverés foganatosított, kezdeményezett a végrehajtó. Ez hogy történhetett meg? Hát egy nem létező végrehajtási záradékra hirdette meg az árverést, hogy a Q10 kéri az árverést egy nem létező végrehajtási záradékra, és a nem létező végrehajtási záradékra utána árverést tartott. És az árverésre sikeresen megcsinálták az árverést, az ingatlan értéke kb. 30%-áért adta el az ingatlan, lakóingatlan volt, tehát 30%-ért el se adhatta volna, de lényegében 30%-ért adta el. És utána én megtámadtam az árverést, bírósághoz fordultam, Csepeli bírósághoz, de a Csepeli bíróságnál nem tudtam örényt elérni, mert Zoltán Ákos ott kiskirály volt, meg most is kiskirály, mai napig is. Tehát ez a biztos. Utána feljelentettem Zoltán Ákos, mint végrehajtót, önálló bíróság végrehajtót, és a feljelentésre a Csepeli bíróság nem mondta azt, hogy elfogult vele, mert Zoltán Ákos az ő bíróság végrehajtójuk, hanem a Csepeli bíróság elnök helyettese lett a levezető bíró. Ezeknek lett egyébként foganatosítása? Lett eredménye, vagy esetleg elítélték, vagy helyt adtak önnek ezekben? Nem, vagy minden mindegyiket volt. Lesöpörték? Lesöpörték, azzal söpörte le utoljára a Csepeli bíróság elnök helyettese, hogy nem a Zoltán Ákos kellett volna feljelentem, mint önálló bíróság végrehajtót, hanem Zoltán Ákos végrehajtó irodát kellett volna feljelentenem, és ezzel lezárta a dolgot. Az, hogy nem fizette ki a árverésével a pénzt, azzal meg nem foglalkozott. Mert azt lehet látni, hogy 30 napon belül valamennyi pénzt átutalt. De van birtokomban olyan papír, ami tudja bizonyítani azt, hogy 2018. januárjában is még az árverési fező pénzt utalt át a Zoltán Ákos végrehajtó irodának, tehát akkor az ingatlan árverés összegéből. Az összegét utalta akkor. Egy részét utalta, mert nem lehetett tudni. Mikor történt az árverés? 2017. május 25-én, 22-én kaptam meg, mert bementem hozzá a papírokért az irodájába. 2017-ben igen. Került sor az árverezésre, az ugye licittel lezárult, és ennek következtében még az árverési vevő még 2018-ban is utalta át a végrehajtónak a vételárat. És ugye ezt is jelezte a bíróságnak, de ezt erre ugye van dokumentuma, hogy van. Még mindig arra még ilyen nagy távlatból, és annak ellenére, hogy általában ugye 30 napos határidőt szoktak a végrehajtó kiszabni arra, hogy az árverési
befizesse. Igen, az árverési összeget befizesse. És most ezekkel az ingatlanokkal mi a helyzet? Mert ugye itt ugye több ingatlan is van magában az egész ügyre vonatkozólag, hogy ugye itt, amelyiket jogosnak tart ez az ingatlan árverezés, ugye amikor egy nem valós közjegyzőokiratra írta ki ez a végrehajtó a Q13 nevében ezt a ingatlan elverezést, azzal az ingatlannal most mi van? A Q13... Vagy már nem önök laknak benne akkor. A következő, 2018. június 14-én odajött a rendőrökkel, hogy birtokba vegyék az ingatlant. Akkor szerencsére mellettem volt egy ügyvéd, aki el tudta magyarázni a rendőröknek, hogy nincs az árverési vevő rajta a tulajdonlapon, tehát innentől fogva az árverési vevőnek nincs joga birtokba venni, mert semmi köze nincs az ingatlanhoz. Ez 2018. június 14-én volt. Ez a Zoltán. Zoltán Ákos. Zoltán Ákos kilakoltatást kívánt foganatosítani 2018. Igen. Elmagyaráztam neki az ügyvédem, hogy nem tud kilakoltatni, hiszen az árverési vevőnek semmi köze nincs az ingatlanhoz, nincs bejegyezve. Mondta Zoltán Ákos, hogy vissza fog jönni, engem inzultált és próbált úgy, mintha én támadtam volna be őt. Szerencsére négy rendőr ott volt, és négy rendőr látta, hogy én nem inzultáltam a Zoltán Ákost. Ez volt a szerencsém, hogy én távol tartottam magam tőle, nehogy az legyen, hogy valamit is teszek vele. Az volt az érdekes, hogy 2018. június 15-én már az árverési nevén volt az ingatlan, tehát egy napon belül. Tehát elintézték. Hát egyértelmű az, hogy a Zoltán Ákosnak a földhivatalban is volt kapcsolata. Mert egyébként egy nap alatt nem szoktak egy ingatlan bejegyzési kérelmet elbírálni, és egyből rárakta a tulajdonlapra. Ezt tapasztalatból tudom, más okból kifolyólag is, tehát ilyen nem szokott lenni. Hát a bürokratikus Magyarországon azért ez nehezen elképzelhető. És a következő történt. 2018. július 18-án elmentem hazulról dolgozni. Mire mentem vissza, már a lakásban a románok voltak, akik a lakásra vigyáztak az árverési vevő megbízásából. Le volt lakatolva az ajtó, tehát lakat volt, nagyon vastag lakat volt minden, és be akartam, hogy mi van, hogy van. És a románok fenyegettek, hogy megpróbálják bemenni a lakásba, mert át akartam mászni a kerítésen, hiszen benne maradt minden ingóságon, minden bútorunk, minden mosógéptől kezdve, minden hűtőszekrény, minden benne maradt a lakásba, biciklitől kezdve szerszámos készletig minden volt. Ennek ére nem tudtunk megkapni, és a mai napig nem kaptunk semmit azokból vissza, amik a lakásban maradtak. És utána az árverési vevő ledolgozott az egész házat, ahol a feleségem született és a gyerekeim születtek, és a földszínével tették egyenlővé. Kivágták azt a fát, amit apám emlékére ültettem, és már 50 éves nagy fenyő volt. Utána egy rézsűt csináltak, kiirtották az összes növényzetet, tehát természetkárosítást is csináltak az új vevők, és a lakás per pillanat az van, hogy épül rajta most egy másik ház. Az van az egyik telekkel. Ahol a Q10-nek volt valójában jelzáló joga, arról tegnap előtt kaptam értesítést, hogy kért árverést a Q10 2022. januárjában, és 2022. április 27-én már a Q10 volt bejegyezve a tulajdonlapra, mint tulajdonos. És ő volt az árverési kérő. Kérdem én, hogy ezt hogy lehetett megcsinálni, milyen volt az árverési hirdetés, hol lett meghirdetve, hogy csak egy jelentkező volt akkor, mikor én ott voltam, az ingatlan 45-50 millió forintért vették volna meg, nem tudom, mert nem kaptam semmi hirdetést arról, se az árverési hirdetést nem láttam, se az árverési jegyzőkönyvet nem láttam, se az árverési befolyt pénzből a felosztást nem láttam, fogalmam sincs, hogy mennyi volt az árverés. Lényeg az, hogy az most a Q13-nak a birtokába került, de mindig arra az árverése hivatkozik, hogy a nem létező végrehajtó, illetve a közjegyzőnek az áradékára. Hát ez a rövid történet ennek. Az, hogy ez hogy jött ideig el, azban benne van a földhivatal is, mert többször kértem azt, hogy ne devizába legyen a jelzálogjog bejegyezve, mert a törvény ezt sérti, tiltja, ennek ellen devizában van bejelölve. És mikor kértem, hogy
javítsák ki forintra, és az a forint legyen feltüntetve, amennyit ténylegesen kaptam, a földhivatal elzárkozott tőle. És mekkora egyébként ez a kár? Mert feltételezem, a végrehajtó ugye az adott ingatlanokra vonatkozólag, ugye a végrehajtó, ugye a feltételezem, nem olyan becsértéket tűzött ki, ami valódi reálértéket mutatott volna, és ezáltal ugye önöket meglehetősen nagyobb kárt érhette, vagyis feltételezem, hogy ez így történhetett. Ugye az előbb említette azt, hogy a különféle végrehajtási eljárási cselekményekről sem kapott egyébként különféle dokumentumokat, mint felosztási terv, árverési hirdetmény, vagy jegyzőkönyv. Ezt egyébként jelezte a végrehajtónak, ő mit reagált erre? És ez a kár akkor így hozzávetőlegesen mekkora lehet? Mert ugye ezek egy budapesti ingatlanok, hogy ezek nem kis összegűek így. Körülbelül pénzbe kifejezve 350 millió forint az eddigi kár. És még mindig van, ahol árveréseket hirdetett meg, körülbelül még 8 ingatlanra, ami ilyen budakeszi ingatlanok. A közvetők is közreműködtek abban, hogy a bankokat segítsék, tehát ezt nagyon fontosnak tartom, mert a vélelmezett követelést nem egyeztették a felmondást megelőzően, nem tájékoztatták a felmondás előző ügyfelet, és nem forintosították a követelést. Bíróságon bejelentettem ezt, hogy a közvetők ezt és ezt csinálták. A bírók egyik sem felkészült gazdaságilag, illetve nem mertek ellen támadni, mert a közvetők azt mondták, mikor rákérdeztem, hogy miért nem, mert hogy egyenrangú partner velük a közvetző, és ők nem annulálhatják a közvetzői záradékot, mert azt a közvetzőknél kell. Elmentem és beperettem a közvetzőket. Próbáltam elmagyarázni a bíróknak azt is, hogy számviteli törvényt szegtek a bankok, amikor a nyilvántartást vezették. Egy bank se tud rendes elszámolást mutatni, hiszen tőkeszámlát, a tőketartozást nem tartották rendesen nyilván, és ebből kifolyólag a bankok ezzel is ügyeskedtek, játszottak. Azzal is játszottak és ügyeskedtek, hogy mikor törlesztettem még folyamatosan, akkor meg vételi árfolyamon és eladási árfolyamon számoltak, ahol megint rengeteg nyereséget tettek szer. Itt, akik segítettek, a földhivatal, közjegyzők, és utána meg a végrehajtók. Ezek, akik benne voltak, és a bírók azért, mert nem mertek ellenállni annak, mert féltek, hogy véletlenül a központi utasítások ellen ítéletlenek, ezért elküldik őket a bírói hivatalból. Ez volt, aki nekem szünetben elmondta, hogy az állását félti. Csak hozzávetőlegesen egy több százmilliós kárról is beszélhetünk, igen. És ugye, ahogy említette, hogy édesapjának is emlékére állított itt ugye eszmei károkról, meg nem is érdemes akkor beszélni, hát azok felmérhetetlenek, felbecsülhetetlenek sajnos. Az ügyből is látszik, hogy mielőbb megreformálásra van szükség, nem csak a végrehajtói rendszerre, hogy non-profittá tegyük újra a végrehajtást, és ne profitorientált KFT-ként működjenek, hanem mielőtt szükséges a jutalékokra és az egyéb költségekre vonatkozó reform bevezetése is, amit a Mi Hazánk mozgalom csak is úgy tud elképzelni, hogy ezeket a százalékokban megjelent összeghatárokat minimalizálni kell, és csak is olyan mértékben lehessen ezeket az összegeket törvényben előírt módon meghatározni, amik a folyamatos végrehajtási eljárásoknak a költségeikhez szükséges, és ne ebből profitáljanak a végrehajtók, a magyar emberek nyomorán a jövőben. A Mi Hazánk mozgalom ezeknek a reformoknak a bevezetése érdekében minden tőle telhető eszközt, törvénymódosító javaslatos nyomásgyakorlást, az utcán való megjelenést, vagy az ilyen formájú megjelenő videókat is a továbbiakban is folytatni fogja igazságot és emberséget a végrehajtásban is.